Sziasztok! Ennek a videónak az apropója, hogy... ja, bocsánat, bunkó vagyok. Köszöntöm a tisztelt követőimet, akik immáron több mint 500-an vannak itt a YouTube-on. És akkor... tehát ennek a videónak az apropója, hogy ezelőtt 4 évvel, január 25-én volt egy szívinfarktusom, és mostanában ezen, ennek az évfordulóján nagyon sokat gondolkodtam ezeken a dolgokon, és a szervadományozásra gondoltam kifejezetten sokat. Ugye Magyarországon ez úgy van, hogy ha valakit baleset ér, akkor automatikusan szervdonorrá válik, ha csak életébe nem nyilatkozott ennek az ellenkezőjéről, hogy nem járul hozzá a szervének a felhasználása az ilyen esetben, amit egyébként ostobaságnak tartok. Már bocsánat, senkinek a lelkivilágában nem akarok beletiporni, de ha már egyszer meghaltál, neked teljesen mindegy, és igazából, ha megmenthetné a más embert vagy embereket a működő épp szerveiddel, akkor miért ne tennéd meg, miért vinnéd magaddal a sírba, vagy miért hamvasztanák el azokat a részeidet, amivel más embereken segíthetsz még. Értem én, hogy ez furcsán hangzik, és nem egy túl vidám téma. Viszont én ugye külföldön élek, Németországban, itt teljesen más szabályozás van. Itt úgy van, hogy ha életedben kell még nyilatkoznod arról, hogy hozzájárulsz, és hogy ennek milyen, vannak-e feltételei, melyik szerveid felhasználásához járulsz hozzá, stb. Ha ezt nem teszed meg, akkor automatikusan nem járultál hozzá, tehát akkor nem használhatják fel a szerveidet. Itt ennek az egésznek a komolyságát nagyon jól mutatja, hogy annak idején a Derrick című sorozat, akik mondjuk 80-as években születtek, még talán tudják, vagy akik szeretik a retro filmeket, tudják, hogy hát a Derrick sorozatban egy rész volt, ami kifejezetten ezzel kapcsolatosan foglalkozott, ezekkel a dolgokkal, ennek a sötétebbik oldalával. És ennek a másik oldalában van még egy szintén német filmsorozat volt, a Klinika, ami ugye itt, ahol most is vagyunk, a Fekete Erdőben, itt játszódott Glottertalban, nem messze tőlünk, ami szintén ezzel foglalkozott. A helyzet komolyságát mutatja, hogy két részen keresztül foglalkoztak a témával. Na most tehát folytatom, tehát itt úgy van, hogy még életedben kell, hogy nyilatkoznod, és egy ilyen kártyácskát tudsz online-ba kitölteni, vagy igényelni. Igényelsz plastikkártyát is, vagy egy ilyet kinyomtatsz otthon magadnak, lelaminálod, vagy csak úgy, és elteszed, ezzel nyilatkozol, hogy milyen formában járulsz hozzá a szerveidnek a felhasználásához. Hát én a feltétel nélkül és bármit, ami még működőképes és felhasználható, azt vigyenek mindent. Én úgy gondolom, hogy ha egyrészt meghaltunk, akkor itt már mindegy, hogy mi van ott bent, mit vesznek ki. Másrészt emberi életeket lehet vele megmenteni. Ez szintén nem egy elhanyagolható szempont, és talán valahol majd egyszer ez egy jó pont lesz az életünkben, hogy ezt megtettük. Ha oda kerülne a sor, persze valahol kicsi a valószínűsége, ugye, hogy ez megtörténik bármelyikünkkel is, de ha megtörténik, akkor legyünk erre is készen, és segítsünk ezzel is embertársainknak. Úgyhogy ha Magyarországon élsz és az ellenkezőjéről nyilatkoztál, akkor ezt kérlek változtasd meg. És nagyon-nagyon gondold át, hogy miért is tetted azt, amit tettél, és miért is tedd az ellenkezőjét. Ha pedig külföldön élsz, mint ahogy én is, akkor járjál utána, hogy ennek mik a szabályai, milyen lehetőségei vannak, és ha ne adj Isten, oda kerülne a sor, hogy megtörténik az, ami ne történjen, akkor ne legyen egy kérdéses helyzet, hanem akár több ember életét is még meg tudjad menteni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!